Hát sziasztok! Ez a mai videó olyan lesz, mint ami még soha nem volt ezen a csatornán, és nem tudom, hogy miért pont ezzel szerettem volna elkezdeni, de úgy éreztem, hogy ez egy nagyon vicces videó tud lenni, és lehet, hogy tanulni is tudtok belőle. És igaz, hogy ezt most felvezettem, de valószínű, hogy ti már tudjátok, hogy ez egy reakció videó lesz az első pályámra Enjoy-jal. Ez egy olyan videó, amit féltve őrzök, hogy ne lásson senki, majd megszállt az iklet, és úgy gondoltam, hogy tegyük ki az internetre, mert ez egy tök jó ötlet. Előre szeretnék mindenkit kérni, hogy legyetek hozzám nagyon kedvesek, mert egy szörnyű videót fogtok látni. Megtaláltam ezt a videót, amikor otthon voltam Hódmezővásárhelyen, de nem néztem meg, ugyanis akkor már tudtam, hogy veletek együtt szeretném megnézni. Évek óta nem láttam ezt a videót. Nagyon félek tőle, nem sokára megtudjátok, hogy miért, és úgy gondoltam, hogy most lesz a legaktuálisabb, és ezért is szerettem volna az előző videó után rögtön ezt posztolni nektek. Ugyanis most még mindenkinek friss az élmény, amiket elmeséltem Enjoy-ról, és remélem, hogy így egy kicsit jobban meg fogjátok érteni ezt az egész csodát, amit látni fogtok most. Úgyhogy itt van előttem a laptopom, és azt ajánlom, hogy menjünk is gyorsan végig rajta. Ez nem egy hosszú pálya, tekintve, hogy gyors háttérinfo, hogyha valaki lemaradt volna róla. Ez egy 4 éves, hát nem is tudom, hogy minősítő volt, vagy egy sima verseny, teljesen mindegy, Mezőhegyesen, Füvön versenyeztem először vele, és tudni kell róla, nagyon összefoglalva az előző videót, hogyha nem láttátok, hogy egy nagyon szeleburdi, nagyon kis bugyuta, de egyébként tehetséges fiatal lóról beszélünk, akit most itt látni fogtok, akivel utána egészen nagy pályákat is mentem, de jelenleg nem ezt fogjátok látni, szenvedés volt az egész, nagyon nagy volt a vágtája, a szája az olyan nyers volt, amit el tudtok képzelni, én is sokkal bénább voltam, nyilván az első csikó volt, amit lovagoltam, egyébként is fiatal voltam még nagyon. Úgyhogy mind a ketten konkrétan bénázunk össze-vissza, és kezdjük is, és legyünk túl rajta minél gyorsabban. A videó minősége valószínűleg katasztrofális, ha jól számolok, akkor 7 évvel ezelőtt készült ez a videó, de sajnos a lényeget így is látni fogjátok. Tehát... ahogy látjátok, nagyon kis csinosba vagyunk, még a GPL kobakomban, és a GPL zakomban, amit elveszettem, bocsi édesnya, és itt arra emlékszem, bocsánat, hogy már most megállítom, Mezőhegyesen vannak nagyon-nagyon magas zászlók, amik ilyen kis karikákkal vannak felcsatlakoztatva, és Mezőhegyesen mindig fúj a szél. És emlékszem rá, hogy az elején azzal küzdöttem, hogy konkrétan fent maradjak a lovon, mert ugrált, és nem akart elindulni a megfelelő irányba, úgyhogy már a kezdés nagyon nehézkesen ment, de hát látni fogjátok, hogy lett ez még rosszabb is. Annyira kellemetlen, és éreztem, hogy nem megy eleget, de tekintve, hogy látjátok, rázza a fejét, nem tudom, mit képzeltem, nem volt rajta a martingál se, tehát teljes szabadságot kapott a feje, hogy igazából arra mozogjon, amerre akar. Ahogy látjátok, itt még nagyon kicsi is, tehát semmi izom nincs rajta. Jó, nyilván változott ahhoz a képhez képest, amit mutattam nektek az előző videóban. De ettől függetlenül még mindig nagyon törékeny és nagyon pici, és szinte azt mondom, hogy nagynak tűnök rajta. Ez volt az első egészséges ugrás, de hát a stílusa, édesem, olyan kis ügyetlen volt. De hát látjátok, látszik, hogy ügyes, csak, mert hogy tehetséges, csak hát igen. Na nézd meg, még a végén belelendülök. Jaj, jegyem meg! Emlékszem rá, hogy nagyon küzdöttem, hogy normálisan tudjak ülni rajta, mert elképzelni nem tudjátok, hogy mennyire
nagyokat mozdult. Ó, nézzétek meg, hogy belendültem. Nem emlékeztem rá. Azt hittem, hogy végig olyan szörnyű lesz, mint az első két ugrás. Látjátok, nagyon magasan van a feje, azért még bebecsúszik. Remélem copyrightos a zene egyébként. Nem rossz! Hoppá! Őszintén megmondom, hogy tényleg azt hittem, hogy az egész videóban azt fogjuk látni, amit az első két ugrásnál, és ahhoz képest tényleg nem is volt rossz. Viszont Sanyi nagyon cuki volt, és úgy gondolta, hogy átküld még egy videót, úgyhogy erről a versenyről van még egy videóm, amire gyorsan ránézünk még. Ez egyébként egészen pontosan, amit most láttatok, 2013. 6. hó 7-én történt, a következő pedig 6. hó 9-e. Lássuk! Jaj. Nagyon-nagyon nehezen tudtam felvenni. Jaj! Úristen! Tök hosszú a száram is, de emlékszem rá, hogy nagyon sokáig volt ezzel problémám, hogy nem tudtam elég rövid szárat fogni, és mindig mindenki, az összes létező edzőm mondta, hogy nagyon hosszú szárat fogok, viszont annyira kinyújtotta a nyakát az összes ugrás felett, hogyha a súlyponton szerettem volna maradni, akkor nagyon oda kellett rá figyelnem, hogy hosszabb szárat fogjak, mert egyszerűen nem nyúlt addig a kezem, hogy elég szárat is adjak neki, de közben ne dőljek túl előre. Hát igen, nem néz ki túl jól, de akkor ezt éreztem a legjobb megoldásnak. És természetesen hozzátenném, hogy idővel ez is javult, minél összeszedettebb lett a ló, annál rövidebb szárat tudtam fogni, és annál esztétikusabban tudtam lovagolni. Jujuj! Kicsit megszaladt. Nem tudom, hogy itt szelesebb lehetett az idő, vagy mi történhetett vele, de látható szerintem ennyiből is, hogy sokkal ütemesebb és sokkal dinamikusabb. Talán azt mondom, hogy kapkodósabb, de hát majd mindjárt meglátjuk, hogy júj! Ezt a videót nem kellett volna megnézni. Jaj, gyerekek! Uram Isten! Oda szerettem volna menni. Igen, ilyet nagyon sokszor csináltunk, és ez baromi kellemetlen egyébként ezt így visszanézni, de ezzel volt nagyon sokszor problémám, hogyha láttátok, pont mondtam, hogy sokkal lendületesebb, sokkal tempósabb az iramom, nem tudtam elfordulni, nem tudtam felvenni, nem tudtam átugratni, itt is, ha jól láttam, akkor volt egy ellenvágta problémánk is, tehát nagyon-nagyon szétszórtak voltak ezek a 4 éves pályáink, de még utána is jó sokáig. Próbáljuk rendezni a helyzetet, és folytatjuk tovább. Ez egészen jó. Nagyon-nagyon magasakat ugrott, mint júj. Láttátok, nagyon nem működött rajta a fék. Úristen! Jó. Nézzétek, már egy ugrásváltás is volt. Igen, és kikönnyítve szaladunk. Igen. Hát ez egyértelmű volt. Amit mondtam nektek, nagyon sokat ütögettünk ilyeneket, láttátok, hogy konkrétan alig ugrott neki. Ilyenkor mindig az volt a probléma, hogy úgy éreztem, hogy megvan egy iram, viszont nem tudtam összetartani, hogy összeszedetten tudjak oda menni az ugrásokhoz, és meglegyen az a kellő tartottsága, amiből felfele tudna igazából egy egészségeset ugrani, és ahogy látjátok, ebből vannak az ilyen fantasztikus potyafák. Hát,
Jól van. Oké. Ez volt az első versenyem Enjoy-jal. Lehetett volna sokkal rosszabb is, és az első nap ahhoz képest egyébként egészen baráti volt, ott az első két ugrás az katasztrófa, de ettől függetlenül szerintem a vége az egészen jó volt. A harmadik napra sokszor volt egyébként, hogy agyban elfáradt Enjoy, nem volt túl erős fejben nagyon sokáig, ahogy ezt nyilván ti is érzitek már, de ettől függetlenül szerintem nem volt olyan vészes. Ez egy folyamat. Mi így kezdtük, és arra gondoltam, hogy jövő héten hozok nektek egy szívemhez nagyon közel álló videót, és azt fogom nektek megmutatni. Úgyhogy annyit már elmondhatok, hogy a jövő heti videót azt sokkal-sokkal jobban várom, mint ezt, azt kifejezetten örülök, hogy vissza fogjuk nézni. És van még a tarsolyomban pár videó, amire nagyon szívesen reagálok nektek, és hogyha van bármi kérésetek, amit majd a későbbiekben szeretnétek látni versenyekről, akkor nagyon szívesen hozok nektek videókat, mert imádom őket visszanézni, és van egy-kettő, ami eléggé kínos, de általában azokból lehet a legtöbbet tanulni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem vagytok még, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán, és az Instán mindig lent van a leírásban. És még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok már velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!